morning. Good morning. That's how are you, sir? Good morning. Good morning. Yesterday evening, I hope, disturb you too much. Once again, thank you and welcome. Първи визит в Сакартвелоши, регионалното предприятие, а се уреда. Георги Полгаро, Леви Шурани. Патон министру, и девърт към Могесан на бит, Могесан би унгъртис Талоцис министр, чем се пас колегас, Патон Тибор Бенкос. Ме ми да пуцпели малко бага да ги хадат, кой инвестит изтви Сакартвелоши, ако ми да агнишни урмесарис, Патони Бенкос първи визит в Сакартвелоши, да ам визит сак залия диди нишунлоба. Ме ми да мистуис, угрумес малоба гада ухадо, чем с колегас. Ми тумете с COVID пандемии с първи вебши, роса чуени мегобари, куетнис, талоцис министри чаму ди Сакартвелоши, ес залия бърс нишнав чуентуис. Акне гаун динар ме ги девертхе мадлиерби тау нишнав куенс визит. Чуен кунда, залия накопиери, შეხვედრა ვისაუბრებთ ურთიერთთანამშრომლობის საკითხებზე, ასევე განვიხილეთ ჩვენი ქვეყნის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევები, არა მხოლოდ ქვეყნის ჭრილში, არამედ რეგიონალურ ჭრილში, ასევე განვიხილეთ ჩვენი ქვეყნის ნატოსში ინტეგრაციის საკითხები. უნგრეთს მინდა გადავუხადო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენი მთავრობის სახელით, ვინაიდან უნგრეთი ყოველთვის იყო და არის საქართველოს მხარდამჭერი ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე. აქედან გამომდინარე ის გამოცდილება, რომელიც უნგრეთს აქვს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ძვირფასი. მე ბატონ მინისტრისგან მოვისმინე არაერთი ინიციატივა, რომელიც მან შემოგთავაზა გამოცდილების გაზიარების კუთხით და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და მე მინდა ასევე თქვა, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ამ საკითხებზე მუშაობას ერთობლივად. ჩვენ ასევე ხელი მოვაწერეთ დღეს კლოშეთახმებას, სადაც გაიწერა ეს ძირითადი აქცენტები და პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ. და ასევე მინდა თქვა, რომ უნგრეთი ყოველთვის მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს უფას კოლეგას. Kedves georgiai polgárok, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel szeretném megköszönni Galibabinis miniszter úrnak, kedves Iraklina, azt a figyelmes fogadtatást, amelyben részünk lehetett. Mi azon vagyunk, hogy Georgiának, Georgia népének minden segítséget és támogatást megadjunk, amely elgondolásaikat, az euró-atlanti csatlakozást elősegítést támogatja. Éppen ezért nem jár érte köszönet, hogy mi itt vagyunk, hiszen a járványtól függetlenül az a dolgunk, az a feladatunk, hogy egymást segítsük és támogassuk céljaink, közös céljaink elérésében. Én azt mondtam a miniszter úrnak, hogy Magyarország, amely szintén a volt szovjet rendszerhez tartozott valamikor, mi is elindultunk az euróatlanti csatlakozás útján, ezért vannak tapasztalataink, amelyeket nagyon szívesen megosztunk. Ugyanakkor a NATO-nak elismert tagja már Magyarország, a mi honvédségünk, fegyveres erőnk nagy létszámban vesz részt békefenntartói feladatokban, műveletekben,
és a NATO műveleti szerepvállalásokban egyaránt. Éppen ezért ott is megvannak a tapasztalataink, amelyet az euróatlanti csatlakozás útjára lépő Georgiának nagyon szívesen át tudunk adni. Azt is mondtam a miniszter úrnak, hogy minden országnak megvan a maga sajátossága, tehát nem lehet lemásolni azt, ami Magyarországon van és történt, hiszen Georgiának a szomszédságában itt van Oroszország, amelynek nyilván nem szándéka ennek a törekvésnek a támogatása és elfogadása. De a tapasztalatok és az együttműködés területén való fellépésünk nagyon-nagyon tudja segíteni, támogatni Georgia törekvéseit. Többek között, amit említettem, Magyarországon található a NATO egészségügyi kiválósági központ, és egy olyan ország, aki a NATO-ba készül, nagyon szívesen látjuk, fogadjuk ebben a kiválósági központban a katonákat. Magyarország továbbra is fenntartja azt a támogatást, amit eddig nyújtottunk, legyen ez anyagi vagy katonákkal való részvétel itt a JTEC-ben, vagy az európai megfigyelő feladatvállalásban, ezzel is hozzájárulva a közös sikerünk, eredményeink megvalósításához. Nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, hiszen Magyarország is elindult egy korszerű honvédelmi és haderőfejlesztési programmal, egy 10 éves programmal, ugyanúgy, ahogy Georgiának van ilyen programja, és mi ennek keretében az összes volt szovjet, orosz technikai eszközök cseréjét hajtjuk végre ebben a 10 évben. De ugyanakkor rendkívül nagy figyelmet fordítunk a honvédelmi kérdésre, vagyis a katonákról való gondoskodásra. Életpályát akarunk biztosítani a katonáknak, az oktatásuk, a képzésük, a társadalmi kapcsolatokban elfoglalt helyük, szerepük, az önkéntes katonáknak a beépítése a hadseregbe rendkívül fontos. Csak egy példát mondanék, még erre nem került sor. 2010-ben mindösszesen 17, nem tévedek, 17 önkéntes katonája volt a Magyar Honvédségnek, és az önkéntes katonák száma ma már elérő több mint 10 000 főt. Tehát lehet látni, hogy a lakosság körében is ott van a haza iránti elkötelezettség, a szeretet, ezt ki kell használni. Tehát én arra kértem miniszter urat, hogy látogasson el Magyarországra, jöjjenek szakemberek, katonai szakemberek, és nézzék meg, hogy a Magyar Honvédség mit tesz, milyen úton halad, és osszuk meg a tapasztalatokat. Én még egyszer köszönöm a vendégszeretetet, köszönöm a nyílt, őszinte megnyilvánulásokat, és jövőre nézve is kívánok mindkét országnak, mindkét nemzetnek sok-sok sikert. Köszönöm szépen!